Hát azt hiszem, hogy fel fogja robbantani az internetet hamarosan ez a bejelentés az új stadionról. Hogy mit lehet tudni a döntés hátteréről, és minek köszönhető, hogy ez itt tusványosan került bejelentésre? Maga az, hogy stadionra szükségünk van, vagy fejlesztenünk kell, át kell építenünk, ez azt gondolom, az első pillanattól kezdve látható, mert ez a stadion több mint 100 éves alapokon nyugszik, minimális fejlesztések voltak, ez a modern korra már nem elegendő. Az, hogy ezt mennyi idő alatt tudjuk megcsinálni, ugye ezeket mérlegeltük az elmúlt időszakban. Azt látom, hogy a szükség nagyúr, és hogyha van egy szükség, van egy lépéskényszer, az sokszor nagyon segít nekünk abban, hogy hatékonyan haladjunk előre. Úgy az derült ki a beszélgetésből, hogy nem az azonnali sikerre hajt a klub, de mit lehet mondani a középtávoli célokról, hogy mikorra lesz az a csapat, amelyiket a szurkolók szeretnének látni? Igen, ugye nem rövid távú sikerekre hajtunk, de örülünk neki, hogyha vannak rövid távú sikerek, de félreértés ne essék. De inkább nem az a csapat akarunk lenni, aki egy-egy szezon erejéig esetleg közel tud kerülni a Ferencvároshoz. Mi az a csapat akarunk lenni, aki tudatosan évről évre egyre jobb, egyre jobb, egyre jobb, és hosszú távon ott tudunk lenni egy állandó, dobogó, esélyes csapatként. És értelemszerűen egy 5 év múlva szeretném, hogyha állandó bajnok esélyes csapatként tekintenének ránk. Én azt gondolom, hogy 3 év kell nekünk ahhoz, hogy el tudjunk jutni egy olyan szintre, hogy nem csak a dobogó, hanem mellette a nemzetközi csoportkörre is már ambicionáljuk magunkat. Utána viszont bármikor már azt gondolom, hogy a bajnoki cím is egy várható dolog lehet. Nagyon rokonszenves ez a belső szabályzat, hogy 80%-a játékosoknak legyen 30 év alatti, nekik a fele 25 év alatti, de nem gátolja-e a szakmai előrelépést ilyen szempontból? Rövid távon lehet, hogy gátolja. És pont ez a lényeg, ugye ezért mondjuk azt, hogy nem tudunk egy év alatt óriási sikereket garantálni. Mert azt látni kell, hogy fiatal magyarból nagyon-nagyon kevés az, aki tényleg már ott azon a szinten van, hogy egyből hozzá tud adni egy dobogó esélyes csapat életéhez. Úgyhogy őreki külön edzésprogramok kellene, külön felkészítés kell, ezért is gondoljuk azt, hogyha ezt a szabályt tartani akarjuk, már pedig kötjük magunkat ehhez, akkor nekünk javítani, fejleszteni kell azt az állományt, aki erre képes lesz.